ez nem tudom mi akar lenni. Arra utalnak, hogy így itt veszélyes lenni. Fi, ebben éltek a buckalakók. De ide ne gyertek! Nagyon-nagyon rossz hely, és nincs más itt, csak a putri. A konzuli szolgálat mégiscsak arra figyelmeztet, hogy kerüljük el ezt a vidéket messze. Gyönyörűséges víz! Gyönyörű kék víz! Szép jó reggelt kívánok mindenkinek! Éppen így a hotel reggelét majd szolgatom. Amúgy rengeteg minden van, de tényleg rengeteg minden, de most valahogy nem kívánok semmit, csak egy ilyen kis az a péksüt is, gyümölcsös tálat, mielőtt tovább indulnánk nagyon érdekes helyekre. Viszlát, gyönyörű hotelünk. Jól szolgált az éjszakára, meg a tegnapi quad túrára. Ha nem láttátok még, akkor mindenképp csekkoljátok ezt a videót is. Ha utazásodhoz olcsó és megbízható oldalt keresel repjegyhez, szálláshoz vagy autóbérléshez, valamint ha késed, per törölték a járatod és szeretnél akár 600 euró pénzvisszatérítést kapni, akkor lesd meg a linkeket a leírásban. Addig innen el is mondanám, hogy mit is fogunk csinálni. Azért bújtam el ide, mert nagyon-nagyon fúj a szél, és akarom, hogy halljatok. Tehát a mai napon Tunézia legveszélyesebbnek titulált helyszínére fogunk menni, Tatooine-től és Medellín-től délre. A Tatooine ismerős lehet, mert a Star Wars-ban van egy ilyen bolygó, egy ilyen sivatagos bolygó, majd meglátjátok, hogy miért lett annak a bolygónak Tatooine a neve, erről mintázták. Viszont ez a Tatooine, ahogy számos cikk is írja, számos konzuli szolgálat, mint ahogy a magyar is, a legveszélyesebb helynek titulálja itt Tunéziában. Abszolút egy no-go zón. De mi most oda fogunk menni, megnézzük, hogy mi igaz ebből, meg lecsekkoljuk ezt az egész Tatooine-os múzeumszerűséget, amit ugye egy Star Wars fanoknak hoztak létre. És hát itt vagyunk jelenleg, semmi közepén. De hogy így autó nincsen, de baromi jó ez a homok. Meg a növényzet is amúgy így elég menő rajta. Kicsi kocsi. Italy, Belgium, Greece, Tunis. Tunis number one. Tunisia number one. Mi ez a sok írás? Richthaus. Taus. Yes. Okay. Sokran. No. Sokran. Oh, what is that? Okay. Nagyon-nagyon aranyos néni volt. Adtam is neki egy kis pénzt. Biztos nem lehet egyszerű azért az élet. Így. Ilyen kihetlen tájon. Oh, merci. Merci beaucoup. Merci. Sokran. Kaptam a nénitől valamilyen kenyeret. Nagyon-nagyon meleg. Tessék, Stax reggeli. Ez meleg itt. Fasz.
Hát azóban én sem szeretem, hogy jelen kenyeret, de rakjuk be ide. Na egyébként még azt akartam mondani, hogy azért is a legveszélyesebb hely egyébként ez a Tatooine-tól délre, mert ami közel van Líbiához, ott előfordulnak terrorcselekmények. Főleg most így ez a palesztinos buli miatt sok a iszlamista fanatikus, úgymond. Szóval lehet, hogy nem olyan jó ötlet arra menni, de hát azért az a Tatooine, ez mégiscsak egy turista hely, szóval reméljük arra nem lesz para. De menjünk is tovább. Te. Ha itt bármi történne velünk, itt tényleg a literális semmi közepén, hát az itt off, az úgy teljes off. Ha itt jönne most valami, nem tudom milyen csoport, akik így rosszat akarnak, ennyi. Soha az életben nem derül ki, hogy itt voltunk, vagy ők itt voltak, vagy bármit tettek velünk. Hát így nézzetek szét. Iszonyat finom szemcsés poron kívül, egy kis növényzeten kívül, semmi nincs. Van valami két bódé, ilyen nagyon-nagyon réginek tűnik, de ennyi. Semmi több. Valamint amúgy ezek nagyon nem viccesek. Ezek a homokbuckák az úton, mert konkrétan előbb is majdnem elakadtam benne. Azért ha itt elakadunk egy ilyenbe, bazd meg, mert azért ez nem egy nem tudom mi jeep 4x4, akkor az ott vége. Van nálunk egy kis víz, az ennyi. Csá. Most legalább annyira még nincs meleg, annyira nagyon, de azért még most is meleg van. De hát kajak, hol vagyunk te, hol vagyunk? Mondjuk én nagyon szeretem a sivatagokat, én valamiért így vonzódom a sivatagokhoz. Valószínűleg azért, mert otthon nincs sivatag, és nekem ez a különleges. De szerintem másoknak is ez. Ez exotikus. Persze nyilván az arabok meg utálják már, vagy nem tudom. De hát nézzétek meg, hát nem gyönyörű? Tudom, kopárság, de van valami szépség ebben a kopárságban. Na gyere Máté, kelj föl, itt eláslak. Nagyon-nagyon halk dudára így, így felugrott így a kis kecske. És így arrébb állt. Ember, hol vagyunk? Amennyiben szeretnéd támogatni a munkásságom, kérlek legyél csatornatag. Az első szinten havi 999 forintért extra tartalmakban részesülsz, még a második szinten 1799 forintért beleszólhatsz, hogy hova utazzak el a következő videóban. Még kanyonok is vannak itt, úgy látszik. Nagyon faszák ezek a csúcsok ott, meg ott is. Elég ilyen szerpentines minden. Szép, szerintem nagyon szép, nagyon hangulatos. Úristenem, hova kerültünk? Azt a mindenit. Na ezek a buckalakók. Valahogy így élhetnek a buckalakók. Mennyi, papa?
Papa, mit csinál? Papa! Ez egy nagyon vidéki tunéziai városka. Nevére már nem emlékszem. Hát ez... Ez nem tudom mi akar lenni. Danger. Csak nem arra utalnak, hogy így itt veszélyes lenni. Valamiért. Nem tudom, minden esetre nem túl megnyugtató ez a danger sign, danger jelzés. Megjöttünk Tatooine-ba. Elég, nem tudom, ez a Universal Studiosnak a jele, vagy ez mi? Hát, ha már itt vagyunk, akkor elsőként ide a Star Wars-os, hát nem is tudom mihez jöttünk, mert így ezt nézzétek. Hát képeken nem ennyi volt az egész, de így ennyi maradt itt így belőle. Gondolom ez ismerős. Ezek a bucka lakóknak a házai. Legalább a virágok szépek. De hogy így, ez így ennyi? Tehát egy ilyen nagy semmi. Oké, itt van ilyen hülyeség, ilyen... Ennyi, egy ilyen rúd. Meg így gondolom, ez akar lenni Darth Vader, az meg Yoda. De hogy ezek kik? De azért ez kicsit csalódás. Eléggé nagy csalódás. Jó, az út mondjuk szép volt, meg azért itt is szép hegyek vannak, meg minden, de... De hát ez egy óriási csalódás. Képeken nem így nézett ki ez a hely. Itt van a 3CPO is. Ha már ez egy ilyen kis siti hely, kis csalódás, akkor megnézzük, hogy miből is inspirálódott maga a Star Wars, milyen épületekből, házakból, ahol ilyen bucka lakók éltek annó. De most látom, hogy nyitva van itt valami kapu. Akkor már nézzünk be. Kik ezek? Ezért autókáztunk 3 órát. Rossz helyünk, nem? Ez az. Ez az. Nincs más. De azért még itt körbenézzünk, meg mondom, van itt egy hely, ami amúgy érdekes, ilyen nagyon-nagyon régi, lelakott ilyen. Hát szerintem arról mintázták a bucka lakókat. Na, előleg oda felmegyünk. Itt ilyen nagyon-nagyon fura házak vannak. De amúgy én azért látok hasonlóságot így ez és a filmbeli Tatooine között. Ezért így érteni, miért Tatooine lett a neve. Na, ezek már itt ilyen... Kezdődnek ezek a barlang lakások. Meg van normális lakás is. Na, erről van itt szó, kérem szépen. Milyen házak ezek? És hát milyen házak voltak? És így ebben éltek a bucka lakók. Meg ilyen fával fatető volt. Mármint ugye a plafon. Oldalt meg ilyen tégla kövekből. De hát még manapság is. Ja nem. Ezek a fák, ezek csak tartóként szolgáltak, de hát ezek még boltívezet is volt odabent. Valószínűleg itt főzhettek. Valószínűleg igen.
De hogy mikor vajon, arról nem találtam információt. De ez itt valami egész vár volt. Vagy egész város. Hát sajnálom, de odáig nem igazán tudunk felmenni, meg ráadásul iszonyatosan meleg van. 35 fok. Szóval inkább lemegyünk, de azért nagyjából láttuk, hogy így mi az ábra, tehát hogy éltek. Szerintem megyünk ezt, keresünk valamit enni Tatooine-ba. Nem tudom, mit ettek a Tatooine-iak. Írja meg valami Star Wars rajongó kommentekbe. Hát amúgy itt elmélkedtünk, és szerintünk amúgy rohadtul nem a hely maga ihlette meg a Tatooine bolygót, hanem valami környékbeli hely, de nem ez, hanem csak a név tetszett itt nagyon a rendezőknek. George bácsinak. Ja, George Lucasnak. Jó, amúgy tényleg jó név ez a Tatooine. De amúgy azért biztos, hogy nem hasonlít teljesen. Egy dologra jó ez a Tatooine, végre találtunk egy tankolóhelyet, mert eddig nem volt. Bonjour, monsieur. Bonjour. Saint-Plombe. Oui. Saint-Plombe. The green. Yes. Saint-Plombe. Okay. Full. Hát, itt is. Ez, nem tudok mit mondani. Ide ne gyertek, hogyha esetleg Tunézián gondolkoztok, meg minden. Tatooine-ba tényleg ne gyertek el, mert egyáltalán nem érdemes. Nagyon-nagyon rossz hely. És nincs más itt, csak a putri. Nem rosszból, de mindenkitől csak azt hallottuk, hogy Tatooine. Bazeg, nincs itt semmi. És semmi nincs itt. Még semmi Star Wars-os dolog sincs itt. Azt is elbontották. Legalább van benzinkút, mert konkrétan nem tudom, 300 kilométerre egy benzinkúcsa volt, ami normális. Csak ez a pumpás. Ez az előző videóban volt. Nézzétek meg, itt belinkelem. Ha nézzük, tudunk-e valamit kajálni itt így Tatooine-ba. Bonsoir. Itt tegyünk. Ja, mit gondolsz? Jó, hát figyelj. Szokásos. Hát, mondjuk annyira olajszag van. Do you have a thon baguette? Baguette? Baguette for thon. Thon? Yes. Okay. One, two? Two. Smile big? Big. Point big. Big. What the maxi baguette for thon? Spicy? Yes. Hadasai baguette. Ami nagyon jó, ez az ital. Ez az ital, ez kiváló. Legalább volt kézmosó. Időben még melegebb van, mint valaki. Amúgy mennyire jól néz már ki? Most kicsit más, nem bagettbe adták, bármi bagettet mondtam, de milyen szószokkal, ilyen tonhalas. Hú, nem is tudom mi ez. Ilyen pideszerűség. Jól néz ki. Nem tudom milyen szósz, de nagyon jó. Majd durva, mert higiéniailag mindig nagyon rossznak néznek ki a helyek. De mondjuk a kaja egyébként meg szerintem okés higiéniailag.
Hát... Végre. Esküszöm nektek, itt kint ebben a 35 fokban, tűző napon jobb, mint bent a boltban. Nem tudom szerencsétlenek, hogy tudnak így dolgozni, de nagyon kemény. Hova kerültem? Mátét kicsit most ott hagytam kajálni. Én meg addig eljövök, eljöttem egy kicsit így túrázgatni. Ó, már előre felszelt minden. Köszönöm. Hát kérem szépen, ez itt Tatooine városa. Nincs itt az égvilágon semmi. Az égvilágon semmi nincs itt. Ilyen nagy piackapu az van. Szalám. Na, ez mi? Ez szépen néz ki. Ez valami moszk lehet. Bonjour. Na ez itt. Ez mi? Valami nagyon fura kristály. What is this? What? What? Crystal? This. Yeah, but what is this? This. I know. These 10. I know, but... This. Okay. Okay. No. Oh, I don't want. I don't want. What? No, I don't want. I'm just curious. What is it? Sasu? Valami kő. Hamster. Oké. Okay. Sorry, no. Vezetem, hogy Nem tudom, miért hiszik, hogy akarok venni ilyen követ, csak kíváncsi vagyok, hogy mi az. Mert amúgy szép. Tunisian? Tunisia, right? Papuch? Oui, oui, c'est des papuches aussi, voilà. Man, woman? Or monsieur? Ouais, or, oui, 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 oui. Oh, monsieur. Monsieur, oui. Monsieur, papuch. Ça dessert, petit. Oh. Oui, c'est des tatouines. Tatouines. Tunisia. هو التيك ناصر بنتي صار بنتي هو التيك ديرتها من ناصر جبت لا صار دي زورو دي زورو دي زورو دي زورو ترنت ماغنت ماغنت نو ماغنت ماغنت بلا ماغنت نايس ماغنت خلي سي تطاوين ولا سي تطاوين سا دي تينيزي Ja, pri. Sa dis. Dis. Okay. Si di haka, amel das wa. Dis. Hát mégis csak vettem valamit. De jó lesz hazavinni is, szóval. Amúgy, muy bueno, mondják, beautiful shop. Beautiful. És még se adja ide, vagy mi van? Oh, I have. My bagage. Ah, oui, bagage. This is my bagage. Oui. Tu veux pas des papouches? No papouches. Voilà, c'était pour te donner, c'est 10. I see. Voilà, c'est ça. Voilà. I see. Magnet. Tu sais, je ne veux pas tout donner. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Tu veux pas du ça? No. Thank you. Na hát, legalább vettem tőle valamit. Ez is valami.
örüljön annak. Amúgy nem akartam venni semmit, de... De azért rendesek voltak, nem akartam csalódást okozni nekik. Ez itt amúgy a belváros. Ez. Jaj, te fiú. Amúgy meglepően fehérek a tojások. Minden tojás ilyen fehér. Mindenhol. De otthon nálunk mitől nem fehér? Oké. Okay. Miért nem akarja, hogy így rekordolgassak? Ó, mit látnak szemeim? Ez itt szerintem datoja. Így árulják itt a datoját. Amúgy mindenhol ilyen grill csirkét árulnak, mint ez. De ezt már Tuniszból is észrevettük, hogy így ilyen grill csirkét, ezt itt nagyon-nagyon-nagyon szeretik. De hát, nekem azok annyira nem szimpatikusak. Na ez itt a helyi kedvenc csapat. Esperance. Valami Esperance valami a neve. De milyen szép az izé, utcatábla név. Rue Saint-Corbie. Tehát ez a Hassan Corbie utca. Óvatosan kell videózzak, mert nagyon nem szeretik itt az emberek, hogyha videózzák őket. Ami amúgy számomra csak azért furcsa, mert soha az életben nem találkozna ezzel senki sehol, tehát hogy... Na mindegy. Ő dolguk, de azt a rohadt. Még egy ilyen téren is ilyen minták. Mondjuk, hogy ez mi akart itt lenni? Hát azt nem ma fogjuk megtudni. Szalám. Ó, de van valami lovas ember puskával a hátán. Meg úgy azt látom, hogy ott, nem tudom, látjátok-e, de valahol ott, ilyen arab írás van a domboldalba. Na mindegy, megyünk. Egy kis sidequest után menjünk és szedjük össze Mátét. Na milyen volt a kaja? Krumpli szar volt. Én elmentem addig kalandozgatni egy kicsit. De csak most mi legyen, mert eddig amúgy itt veszélynek nyoma nincs, azt azért elmondhatjuk, annyi, hogy azért az emberek nem annyira kedvesek, mint amúgy, amit eddig tapasztaltunk. Másik viszont iszonyatosan nagy a hőség, valamint ez a város, ez semmi nincs, semmi nincs. Attól függetlenül, hogy Tatooine a neve, itt semmi, az ég agyat egy világon nincs. Szóval elindulunk az utolsó desztinációnk fele, Jerba fele. Egy nagyon-nagyon jó kis sziget, ilyen üdülő sziget felé. Aztán igazából a legveszélyesebb útszakasz, ami ugye már Tatooine és Medellinen bőven túl van, a sivatagban, a líbiai határhoz közel, az fog most nekünk jönni. Nem hiszem, hogy lesz probléma, de azért lekopogom szokásosan. De hát azért mégiscsak, tehát a konzuli szolgálat mégiscsak arra figyelmeztet, hogy kerüljük el ezt a vidéket messze. Semmiféleképpen nem ajánlja az utazást. Hát mi megnézzük, megnézzük. De ha meg nem veszélyes, akkor meg nem veszélyes, annak csak örülünk. Tűnik, megjöttünk. Amúgy elég jó kis helynek tűnik ez is. De itt nincs ajtónyitó, sajnos.
Elég jó tengerpartok voltak idefele, majd azt is meglessük. Hát ha ez az amúgy szörnyű nap, tehát annyira rossz volt ez a nap eddig, folytonos csalódások, meg minden, de hát ha majd most ez a gyárba kicsit feldobja egy a dolgokat. Na, szoba ismételten elfoglalva. Egész jó kis hotel amúgy. Van egy brutális medence, mindjárt menjünk meg, lecsekkoljuk. Na nézzük, milyen brutális medencénk van. Hát ez nice. Vannak ilyen elég jó közösségi terek is. Na, szálljunk is be a kocsiba, aztán irány a tenger. Ó, atyám, én már látom is. Már látom is ezt a gyönyörűséges tengert. Olyan színe van, még úgy is, hogy most nem annyira süt a nap, meg kicsit felhős néhol. Így is, nagyon brutális. Meg hát a homok. A homok az eddig úgy tűnik, mint ami olyan fehér, mint a Maldívon. Hopp, egy zacskó. Helyiek már is próbálják egymást szétverni. Amúgy így közelebb érve, egyébként a víz az isten ilyen néz ki. Csak itt ezen a parton ez az alga, ami nekem nagyon nem tetszik. Arra jön, hogy kicsit jobb. Menjünk oda. Kicsit bentebb amúgy, eszméletlen jól néz ki a víz. Milyen kék ez? Azul? Azul kék, van ilyen? Azul kék. Ját, éjcint kék. Inkább ilyen zöldes kék. Jaj, ilyen zöldes kék. Ott látok egy spotot, ahol szerintem nincs ennyi alga, ott sokkal jobb lesz. A hajammal meg ne foglalkozzatok. Van benne anyag, mármint ilyen por, ilyen hajpor, de az se tartja meg ebbe az erős szélbe. Egyszerűen fújja mindenfelé. Hoppá! Na ez itt már teljesen más. Gyönyörűséges víz. Gyönyörű kék víz. Nem is tudom, hogy hol láttam utoljára ennyire ilyen, nem is tudom. Milyen színű ez a víz? Mert megnézem szabad szemmel is. Ja, ilyen zöldes. Nagyon világos a színe. Mert ugye sok helyen van nagyon szép tenger, meg minden, de nem ilyen világos szokott lenni a színe. Ez tipik ilyen maldívos. Tipik maldív színű ez a víz. Hát szerintem cuccoljunk le így ide valahova. Aztán góbe fürdés. Nagyon jó. Homokos a víz. Nagyon finom. Nagyon finom, meleg is. És nagyon tiszta. Ami még külön, hát nem tudom, hogy jó pont-e vagy rossz, de nagyon sekély, nagyon sokáig sekély. Nézzétek meg azokat az embereket ott, meddig bementek már, és még mindig csak így seggük alá se ér. Mármint egy kicsit comb fölé, így comb körülig. Ez egy egész jó kis part. Ajánlom eddig nagyon. Ajánlom. Gerba, jegyezzétek meg. Na de nyilván nem a Maldív-szigeteki resort beaches bungalós helyet értem az alatt, hogy hasonlít ez a Maldívra, hanem a lakott szigetek a Maldívon, na az pont ilyen. Tehát ami nincs ennyire kiépítve az embereknek, viszont a víz az szép. Kicsit ott is algás, meg minden, de ha ilyen helyre jössz, mint ez,
akkor itt perfekt. Perfekt Insta fotókat lehet itt lőni. És odaírni, hogy Maldív. Mert tudjuk, néhány embernek csak ez számít. Sokan csak azért utaznak, hogy feltegyék Instára. Ti ismertek ilyen embert? Írjátok meg kommentbe. Meg jó, mondjuk a Maldív szigeteken, a lakott szigeteken se annyira vészesen drága, de azért az, hát a repjegy azért oda van egy 150-200 ezer forint maléba, és a szállásokat tekintve pedig, hát azért a lakott szigetek is azért egy hét bele tud kerülni egy 150-200 a minimum. Tehát akkor már ott tartunk, hogy 400 ezer forint. És hasonló élményt kapsz egyébként, mint ugye itt. Vízre hasonló. Nyilván most egy Resort-szigetre nem lehet összehasonlítani, ahol mit tudom én, 2 millió forint egy hét, mondjuk két főre, és abban még nem számoltam bele a repülőjegyet, meg a magánhajót a szigetre, hogy elvigyenek. De egyébként még egy nagyon hasonló dolog, ugye a Maldív-szigeteken is muszlimok élnek, meg itt is, szóval ez már is hasonlóság. Ott se lehet alkoholt fogyasztani nagyon, meg hát mondjuk itt talán jobban lehet egyébként, szóval ez egy plusz pont itt, hogyha már európaiak vagytok, meg hát magyarok vagyunk, akkor azért egy sört vagy egy koktélt azért este meg lehet inni valami bárba. Én úgy tudom, hogy Maléban, vagyis Maldív-szigeteken, a lakott szigeteken nagyon nem adnak alkoholt. A Resort-szigeteken úgy tudom, igen, de hát most ember legyen a talpán, aki milliókat kifizet Resort-szigetért. Hát biztos vannak, hát vannak magyarok is, celebritások, meg minden. De azért a magyarok legtöbbje nem a Maldív-szigeteki Resort-szigetekre jár évi kétszer telelni. Milyen idő lehet itt télen? Hát szerintem amúgy jó. Ilyen 20 fok, 15-20 fok. Szerintem ebbe akkor is lehetne fürdeni amúgy simán.